Így néz ki egy elhullott ősz koponyája és agancsa az erdőben, a teste többi részét a ragadozók már széthorták. Ez pedig egy levált agancs darab ugyanabban az erdőben. A vadon élő állatok agancsának illegális gyűjtése több okból kifolyólag is törvénybe ütközik. Az egyike ezeknek az állatkínzás, a gyűjtők módszere ugyanis, hogy csatálláncban kutyákkal járják végig a vad által kedvelt nappali pihenőhelyeket. A megzavart állat menekülése közben idő előtt hullajthatja el a fejdíszét, extrém esetben az agancstő is megsérülhet, ami pedig fájdalmat vagy öröksérülést okozhat az állatban. Ezek az akciók kárt tehetnek a gondozott erdőkben is, valamint hátráltatják a vadászok és a vadgazdálkodók munkáját, akik az agancsok vizsgálatával mérik fel a populációt. Sokan nem tudják, de a földön heverő agancs jogilag a vadászatra jogosult szervezet tulajdona, így annak összeszedése a lopás fogalmát is kimeríti. Ennek bírsága 100 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. A vadászati törvény úgy fogalmaz, hogy a vad, illetve annak minden származéka a vadászatra jogosult tulajdonában van. Innentől kezdve gyakorlatilag anélkül, hogy a vadászati jogosult ezt engedélyezni, nem lehetne haza sem vinni semmilyen agancsot, sem tojást, sem bármit, amit a területen találunk, hiszen az ő tulajdonokban van. Életszerűen ez nyilván úgy működik, hogyha találunk egy-egy agancsot, abból nem szokott probléma lenni, ellenben, hogyha valaki ezt üzemszerűen, üzletszerűen űzi, és azért járja az erdőt, és zavarja folyamatosan a vadat, mozgásra kényszeríti, az már ugye túlmegy azon a határon, amit el tud fogadni a jogosult. A vadászati törvény a trófeák értékét kilogrammonként 5000 forintban határozta meg, így nem véletlen, hogy az illegális gyűjtők könnyű bevételi forrásként tekintenek ezekre. A hullott agancsok nagy részét külföldön értékesítik, a fekete piacon pedig akár a reális érték négyszeresét is kifizetik az agancsokért. Nyilván a klasszikus gomboktól és késnyelektől kezdve sok minden szóba jöhet. Ugye különösen a keleti országokban használják egyes esetekben afrodiziákonként a különböző agancsokat. Nyilván azoknak az ára többszöröse azon a piacon, mint hogy csak mondjuk gomnak adnák el ezeket. Fazekas Gergely elmondta, noha a gímszarvas és dámállomány jelentős része a Dunántúlon található, több Szabolcs megyei vadásztársaság is találkozott már a problémával, a közelmúltban azonban büntetőjogi eljárást egyikük sem kezdeményezett.